Zsuzsér. Kezdődjék a show! Ma este. Nekem ez már csak jutalomjáték. Ismét bemutat. Itt van, parasztok! Sose láttatok még ennyi aranyat egyszer! A 10 legképernyőfüggőbb közszereplő. Micsoda mélységén ide nem érek le. És egy ember. Nyilván ezért vannak ők a képernyőn, mert nincs gátlásuk, van, viszont van pofájuk. Aki rendet tesz a fejekben. Ha te neked a trütkó nem tetszik, és úgy gondolod, hogy minden, amit te képviselsz, az pont a trütkó ellentéte. Akkor én vagyok Berki Krisztián. Akkor te vagy Berki Krisztián. Kellemetlen. Köszönjük most szépen, Berki hogy Krisztián. Kezdődik a Sznobjektív, szókimondó igazságshow a Hír TV-n. A stúdióban Puzsér Robert, az ország legmegosztóbb kritikusa. Színes, szagos, jó estét kívánok! Egyes közszereplők úgy kapaszkodnak a képernyőbe, hogy körmeiket annak textúrájába mélyeztik. Mások feltapadnak a képernyő belső felületére, és mert gerinctelenek, teljes lényüket az üveglapra terjeszthetik. Jelenlétükben a létezés és a látszódás már elválaszthatatlan. Aki nem látszik, az nem játszik, győzködik magukat és környezetüket azokban a pillanatokban, amikor megkörnyékezi őket a szégyen. Ma estére összegyűjtöttem Magyarország 10 legképernyőfüggőbb nyilvános szereplőjét, és a következő 40 perc során Horváth Oszkár barátom és kollégám részvételével megnevezem őket. Évtizedek frusztrációját áll szándékunkban a rövid 40 perc során valamelyest kiigazítani, helyreigazítani, törleszteni. Azért nem egy-két éve zajlik már az a frusztrálódás, és attól tartok, hogy ebben nem vagyunk egyedül. Nézve azokat az arcokat, akik nem tűnnek el a képernyőről, nem cserélődnek le, nem váltja fel őket senki, mert ők úgy gondolják, hogy bármire is szükség van aktuálisan, arra náluk alkalmasabb nem lehet. Szóval, hogy ők valójában ilyen istenemberek, akik azért nem tudnak eltűnni a képernyőről, mert azzal lezuhannának a hétköznapi emberek szintjére. De az az ő számukra már élhetetlen. Évtizedeket töltöttek a képernyőn a kiválasztottságnak az élményétől áthatva, ők nem fognak tudni hétköznapi emberek hétköznapi életébe visszatérni. Az az ő számukra olyan lenne, mint a halál. Van egy ilyen rémtörténet, hogy elüt valakit a metró, és beszorul a peron és a metrókocsik közé. Ott ugye nem sok hely van, de még életben tudják tartani, de amint leveszik róla a metrókocsit, meg fog halni. Szóval, hogy az ő számukra a képernyős lét az maga a mennyország, és a képernyőről való eltűnés, az pedig a kiüzetés a mennyországból. Csak hogy itt vagyunk mi, a képernyő másik oldalán, akiknek a számára ugyanez maga a pokol. És igazából ennek a pokoljárásnak lenne a vége, a szabadulás a pokolból, hogyha ezek a figurák eltűnnének a képernyőről. Csak hogy őket úgy kell levakarni a képernyő belső felületéről. És még akkor sem eltűnt biztosra. Hát mi most kísérletet teszünk. Abban a felsőoktatási intézményben, ahol a lefitymáló tudálékosságot oktatják, listánk 10. helyezettje a tanár. 10. Havas Henrik. Ja, és még valamit hoztam, valamit a Sándornak. Sándor, tudod mi ez? Megmondom, Sándor. Sándor, ez Táncsics Mihály díj. Látod? Ezt kaptam. Táncsics Mihály díj. Ez az újságíróknak, médiamunkásoknak adható legmagasabb kitüntetés. Ez a Sándor, amit te soha a büdös életben nem fogsz megkapni. Na. Neki volt egy nagyon nagy találmánya valamikor a 90-es években. Ő volt az első a hazai képernyőkön, aki nem tartott igényt az emberek szeretetére. Őt nem kell szeretni, csak respektálni. Ő azzal beéri. Ő nem családtag, tudod, minden képernyős szereplő
családtagot játszik, és megpróbál családtag lenni. Na most Havas Erik erről lemondott. Ő nem akar családtag lenni, vagy ha az, hát nem biztos, hogy meghívják jövőre is karácsonykor. De neki ez nem probléma. Neki ez nem probléma. Meglátta azt, hogy van egy pálya, ahol 30 ezeren tolonganak, és van egy másik pálya, ami teljesen üres. Hát akkor ő azt mondja, hogy hát jó, ő elindulott, és megkerülhetetlen lesz. Világos, hát hívjunk valakit, akit szeretnek az emberek, vagy legalábbis aki azt hiszi magáról, hogy szeretik az emberek. És van egy ilyen 300 névből álló listád. Jó, de most hívjunk valakit, aki egy kicsit más. És ott van Herrik. És bármikor eljön. A tanár úr nagyon kínosan szerénytelen, ahogy a Friderikus cukkolja itt egy ilyen 9 éves stílusában. Kellemetlen nézni, és amikor megkérdeznéd, hogy tehát kedves Havas Henrik úr, miért jön még mindig el szerepelni, vagy miért gondolja, hogy ezt jó nézni? És azt mondaná, hogy igény van rám. Nem? Mint aki a fogászaton van a nyál elszívóval, a szemüvegét a szájába teszi, és mondja, hogy igény van rá, csak senki nem szól neki, hogy ugyanolyan igény van rá, mint a Pumped Gabóra. Ez egy... A megosztás az igény. Az, hogy másnap valakik összevesztenek azon, hogy ez a Pumped Gabó milyen sutyó. Ó, de milyen szép fiú, milyen egészséges. Hogy ez a Havas Henrik mekkora sutyó. Ó, de micsoda tanár, mennyi könyvet olvasott a Friderikuszhoz képest, aki 8-at szerinte. És erre van igény, és erre a haknira hívják. Ez a Pumped Havas show. Csak ő sem tud róla. Neki nem szóltak. A listán 9. helyezettje már épp 2 hete nem dolgozik, a komplett szakma összeszalad. Jaj, hát találjunk neki valamit. És ez így megy 25 éve. 9. Jakubcsek Gabriella. Van nekünk ez az édes, ez a drága, ez a kicsi hordó, melyet mindig a nyertes kap. Ez mostanában ugye mindig itt van nálam. Nagyjából mondhatnám azt is, hogy szinte olyan, mintha az enyém lenne. És hát ugye van a te boros hordód otthon. Igen, ami mindig tele van. Ami mindig tele van, kérlek szépen. Négyféle közszereplő van. Az egyik, amelyik a balliberális kurzushoz tartozik, a másik, amelyik a népnemzeti kurzushoz tartozik, a harmadik, amelyik egyikhez se tartozik, és a negyedik, amelyik mindkettőhöz tartozik. Hát a Gabi ilyen. Ő mindkettőhöz tartozik, és milyen érdekes, mindkettőt úgy hívják, hogy szeretlek Magyarország. Ugyanis van egy Szeretlek Magyarország klub. És van egy Magyarország szeretlek műsor. És van egy műsor. Magyarország szeretlek című tévéműsor. Na most a Szeretlek Magyarország klub az egy nagyon-nagyon belterjes, balliberális kör, egy szalon, míg Gyurcsány hozta létre 2004-ben. Én tényleg azt gondoltam mindig is, hogy ez a szalon, ez így a szellemi síkon létezik. Tudod, hogy valaki szalonképes, vagy szalonképtel, hogy ez a szalon nem létezik. De nagyon jellemző a Gyurcsányra, hogy ő azt mondta, hogy ez nem jó a szellemi síkon, csináljuk meg! Konkrétan, és létrehozta ezt a Szeretlek Magyarország klubot, és ennek Jakubcsek Gabriella a kezdetektől a tagja. Tehát, hogy ő egy aggódó balliberális értelmiségi. De közben ő a Duna TV-n a Magyarország Szeretlek című tévéműsornak az egyik műsorvezetője, vagy legalábbis valami csapatfőnöke, vagy mi az, amelyik hát a NER-nek a, hát az egyik oszlopa. Te ugye? Most ezt hogy magyaráznád, hogy ő akkor ezeknek a politikai rezsimeknek, oldalaknak felettük áll, vagy alatta fekszik? Inkább alatta fekszik, én azt érzem. Én azt érzem, hogy ő minden klubnak a tagja. És mindegyik klubnak ugyanaz a neve. Tehát ő még ezt is megengedheti, hogy ő az ő személyében a Szeretlek Magyarország és a Magyarország Szeretlek, az így egy személyben reprezentálódik. Ő mindenhol szereti Magyarországot. Magyarországnak így jó, ha szeretik. Szeretik a NER-en belül, meg szeretik a NER-en kívül. Ellenzékből is szeretik Magyarországot, Gyurcsány oldalán, meg a kormányon is szeretik Magyarországot, Orbán Viktor oldalán. Hát így kell igazán szeretni Magyarországot. Magyarország érzi, hogy szeretve van Jakubcsek Gabriella által. 360 fokos ölelésben részesül. Igen. Azt nem értem, Robi, hogyha képtelenek vagyunk összeállítani egy 10-es listát, értelmiségi televíziósokról,
akkor miért ekézed a Jakubcseket, miközben ő pályázhatna erre a pozícióra? Na ez az elképesztő, hogy az értelmiségi televíziós nő az egy olyan kategória, amiből, és ez egy közmegegyezés, a magyar képernyő egyet bír el. Na de ki legyen ez? És megindult az öldöklő verseny Szili Nóra és Jakubcsek Gabriella között, amely versenyt végül Détót Kriszta nyerte meg. De azzal a művelettel, hogy hátra tudott lépni a képernyőről. Ugye el tudta engedni a képernyő belső felületét. Azóta se érti a szakma, hogy hogy történt ez. Egy olyan művelet, amit így más nem szokott csinálni. És így azt mondta, hogy nem leszek alkalmazott a képernyőn, hanem távozom a képernyőről, létrehozok egy brandet, egy internetes brandet, és annak viszont meg én leszek a főnöke, én leszek a formátum tulajdonos, és azt a formátumot a saját magam jogán, a saját magam ízlését követve fogom megtölteni tartalommal. Itt már egy kicsit előszelét érzem azért a Dopman TV-nek. Tehát amikor saját médiumot hozol létre annak érdekében, hogy az történjen, amit te akarsz. Igen, igen. De én mégis azt gondolom, hogy a Dopman TV meg a VMN között azért mégiscsak ott van egy világ. Egy komplett világ. Amelyben élünk, egy egész világnyi. Igen. A 8. legképernyőfüggőbb közszereplő lehetne bárki. 8. Berki Krisztián. Úgy lehet találkozni? Ez egy véletlen dolog, nagyon kell sérteni a megbeszélésre, gyorsan voltam, felülök erre a buszra, csak nekem kellene tudnom, hogy ez tényleg ilyen lassan megy, ugyanolyan lassan, mint a személyes, hát, és megáll, mint a hosszú. Igen, igen, hát ez ilyen nyugdíjasok részére, meg a dolgozók részére. És most hogy van itt a buszon? Most kell itt valamilyen jegyet vásárolni? Kell vásárolni jegyet, nekem már nem kell. És hogy én felszállok egy buszra, és ekkora tömeg van? Azonnal kell járváltani. Mennyire visszataszító szociális izgatás, ami itt zajlik a képernyőn. Az egész Berki Krisztián jelenség kifejeződik ebben a nagyon rövid videóbejátszásban, amit láttatok. Ez maga a Berki Krisztiánság. Veretni az országnak, királykodni, milliárdoskodni, előadni ezt a svindlis ukrán bűnöző formát, ezt a valakit, akinek nem lett volna szabad eljönni értünk és megnyerni a rendszerváltást. Elrabolni tőlünk a rendszerváltás álmát. Ez a Berki Krisztián, ez nem pusztán egy Berki Krisztián, ez kifejez valamit, ez a szimbóluma valaminek, valaminek, ami megtörtént velünk, valaminek, ami örökli az országot helyettünk. De nem? Hát ez a Berki Krisztián, ez az elrontott elmúlt 20-25 év. Nem? Arról volt szó, hogy jött a rendszerváltás, és azt mondta, hogy mi leszünk a nyertesek. És jött a Berki, és ezt így elvette tőlünk. És így azt mondta, hogy én nyerek. Hogy miért én? Hát mert megcinkeltem a lapokat. És így a pofádba mondja. Hát azért, mert én közben olajat szőkítettem. És abból a pénzből most vásároltam magamnak egy képernyős jelenlétet, mondjuk, vagy egy reggeli tévéműsort, aminek én vagyok a vezetője. És elővesz a zsebéből egy műanyag arany rudat, amit így bemázoltak aranyszínűre, és így mutogatja, hogy itt van, és hungarocel, és hungarocelből, és így lobogtatja, hogy itt van, parasztok! Sose láttatok még ennyi aranyat egyszer! És így a parasztok így tényleg fölháborodnak, mert az embereknek, a dolgozó embereknek a realitás érzékét, meg az elemi erkölcsi érzékét egyszerűen felsérti ez a Berki. Meg ahogy itt vereti magát, meg ahogy itt királykodik. És azt érzik az emberek, hogy na ezt azért nehogy már. Tehát azért már eddig is láttuk a terepjáróban ezeket a gátlástalan bűnöző formákat, de úgy voltunk vele, hogy hát mi szégyeljük, a rendszer is szégyelli, de hát megtörtént velünk. De hát most már az van, hogy ezek tévéműsort vezetnek. Erre kell ébredni. Érted? Felébredsz, bekapcsolod a tévét reggel, és azt hiszed, hogy a tek rúgta rád az ajtót. Egy hegyomlás próbál megnyugtató hangnemben kis cicákról, kiskutyákról és pandaszületésekről beszélgetni. Igazából arra jöttek rá, hogy teljesen mindegy, hogy csodálod, vagy megveted. Csak viszonyulj, legyen erős érzelmi kapcsolatod. És ahogyan erős érzelmi kapcsolatuk volt az embereknek Antal Imréhez, mert azt érezték, hogy micsoda magaslat, hát én ide nem érek föl.
ugyanúgy egy nagyon erős érzelmi kapcsolatuk van Berki Krisztiánhoz. Micsoda mélységén ide nem érek le. Hát én szintén, egy, szintén valami áthághatatlan űr választ el tőle. Csak az egyiket hát érdemes lett volna, a másikat meg hát az Isten mentsen meg. Listánk hetedik helyezettje a bulvár magyarországi elterjedésének első gazdateste. A hazai televíziózás örökbecsüpolyátszája, minden szégyenünk forrása, és az érvénytelen képernyős jelenlét meggyökeresztetője a Kárpát-medencében. Valami rosszat is mondj már róla. Hetedik, Friderikus Sándor. A Friderikusnak humora ugyan nincs, kommunikálni nem tud, műveletlen, életében 10 könyvet nem olvasott, ebben biztos vagyok, viszont fogékony. Viancsik Zsófi a könyvéből tudjuk, de hát rengeteg nyilatkoztak arról, hogy Friderikus az a típus, amely körülveszi magát, és ezt a politikusok figyelmében ajánló magánál okosabb emberekkel, művelt emberekkel, akik szájába rágják a témát, akik fülébe mondják az aktuális kérdéseket, és Friderikus mint egy szivacs, magába szívja tudnivalókat, és úgy adja elő, mintha belülről jönne. Friderikus Bülla-Stroma önmagában megérne egy 10-es listát. Ő az, aki nem tűnhet el a képernyőről soha, mert annyira gazdag, de annyira milliárdos média oligarha, hogy akármikor vásárol magának képernyőt, hogyha mondjuk megkívánja. Övé volt a legjobban a képernyő a magyar televíziózásban valaha, hiszen ő az, aki először volt showman, vagy talán szerinte nyilván egyetlen showman, akkor, amikor két csatorna volt. Figyelj, nem az a bajom, hogy képernyőn van. Nekem nézőként baromi kínos, amikor elkezd énekelni, úgy, mint Tomi, aki kiszelt ündével ad előslágert. Pontosan ugyanúgy énekel Friderikus Sándor. És közben hangoztatja, hogy abszolút hallása van. Irgalmatlanul kellemetlen az, hogy ő annyira tisztában van bizonyos értékeivel, amelyekkel szerintem nem rendelkezik, és azt kell nézni, hogy ismételgeti. Havas Henrikbe is bele van ez oltva. Nyilván ezért vannak ők a képernyőn, mert nincs gátlásuk, van, viszont van pofájuk. A gátlástalansága a Friderikusnak az abban érhető tetten, hogy ő már minden hitvány álságos szerepet eljátszott, olyanokat is, amik egyáltalán nem férnek össze. Tehát vásári pojáca, majd öltönyt cserél, és aggódó értelmiségi. És érted, ez az a figura, aki a showba begurul egy kerekes székben, majd a tus hangjára kiugrik a kerekesszékből, és azt kiáltja, hogy kezdődjék a show! Majd fél évtizeddel később fölvesz egy ilyen nadrágtartót, beül a tévéstúdióba, és így elvárja, hogy így aggódjunk vele együtt az akadálymentesítés miatt, mert hogy hát a kerekesszékesek nem tudnak bemenni az STK-ba, jaj, ez probléma, hát hogy lesz ez így? És ő tényleg így elvárja ezt, és ő tényleg azt hiszi, hogy a nadrágtartó, meg a fehéring, meg a bohóc gúnya, amit így átölt, az így átfriderikuszosítja őt valami mássá. Átfriderizálja. Így mondjuk. Valójában semmi mása nincs, mint a Sándor. Ez tényleg így van, semmi mása nincs. Ő neki nincs mondani valója. Ő neki nincsen közlése. Ő neki nincsen semmilyen hordozott értéke. Sándor van, meg Sándornak ez a modora. Meg ez a hazug ünnepélyesség, amit kelt maga körül azáltal, hogy ő Sándor. Neki ennyie van. És ennek megfelelően ő csak ezt tudja újra, meg újra Hosentrógerrel, meg bohóc ruhával ellátni, és különböző műfajokban megfuttatni. Ez itt az igazi probléma. A 8. kerület fel is tele van olyanokkal, akik kétségbe esetten próbálnak nem bűnözőnek látszani, és van közöttük egyetlen egy, aki kétségbe esetten próbál mindenáron bűnözőnek látszani. 6. Dobman. Kérem szépen, ez itt a Dobman TV. Egyenesen jelentkezünk be egy siófogi helynek a megnyitójáról.
tele vagyunk a való világ sztárjaival, illetve rajongó gyerekekkel, akik nagyon szeretik a sztárokat. Aláírásokat kérnek, illetve puszit. Azt valószínűleg nem fognak kapni, aláírást viszont igen. Ölelkezős fotó, közben a pincér elmegy a háttérből. VV Éva, VV Lacival beszélget a jövőről, a múltról és a jelenről. Én pedig folyamatos körmondatokban beszélgetek az igazságról, hiszen én vagyok az Dope Man, a 8 hely kerületi vagány, aki az igazságról beszél. Berti Krisztián az a bűnöző, aki pénzes prolinak akar látszani, miközben Dope Man meg az a leszakadt proli, aki meg bűnözőnek akar látszani. Mennyivel boldogabbak lehetnének egymás sorsával? Ha Dope Man Berki lehetne, ha Berki Dope Man lehetne, mind a kettő sokkal boldogabb ember lenne. De nem? Valójában a Dope Man-nek semmi más nem hiányzik, mint a Berkinek a bűnöző múltja. A Berkinek meg semmi más nem hiányzik, mint egy annyira korrekt, tiszta erkölcsi bizonyítvány, mint amivel Dope Man rendelkezik. Mint országos gangster. Ugye? Tehát jellemző, hogy a prolinak a gangster imponál, a gangsternek meg a proli. Miért képernyőfüggő? Ezt tőle kéne megkérdeznem. De nem inkább azt a tényt kéne vizsgálnunk, hogy ja, most nincs tévés szereplés? Dope Man TV! Akkor csinálunk, hát erről beszéltünk. Azért. Jó, igen, a Dope Man TV az az a tévé, ahonnan Dope Man nem lehet kirúgni, mert mi lesz holnap a Dope Man TV-ben most, hogy nincs Dope Man? Azért ezt szeretem, amikor valamilyen tévének nevezünk egy YouTube csatornát. Ugye, amikor újságírónak mondja magát egy blogger, vagy egy kommentelő íróként mutatkozik be. A legképernyőfüggőbb közszereplők listájának ismertetésével hamarosan folytatódik a Sznobjektív. A Sznobjektív folytatódik a legképernyőfüggőbb közszereplők kilétének ismertetésével. Az 5. helyen az emberi nyomorúságot listáron kiárusító, önmagát horvát nemzetiségűnek kiadó ájtatos szélhámos áll. 5. Vujic Frutko. Én bevallom őszintén, én azon az oldalon vagyok, hogy én még abban is zavarban vagyok, hogy egyáltalán kérdezzek-e tőled. Egyszerűen azért, mert az egész életem arról szól, hogy pontosan az ellen szól, amit te képviselsz a nyilvánosság előtt. Hogy eleve azt mondjuk, hogy közszereplő vagy. Innentől fogva, mivel én nem látom a produkciót semmilyen szinten, én nem tudok a lányod szájra puszijáról, vagy a cipődről, vagy az órától, semmiről nem szeretnék beszélni, és én például baromira zavarban vagyok ettől. De nem is, hát zavar, hú, egy ember ül velünk szemben, aki velünk együtt dolgozik. Hát ne... Zavarban szerintem nem egyéb, mert szerintem nincs rá szükség az, hogy te bizonyos dolgokkal nem tudsz azonosulni. Ez teljesen normális. Sajátos egyébként, hogy a Demcsák milyen nyomorultul próbálja mosni a szennyest. Egy ember ül velünk szemben. Ez volt a legtöbb, amit el tudott a Berkiről mondani. Egy ember, hát mégiscsak egy ember. Ilyen alapon akár a Nürnbergi perben, akármelyikre is mondhatták volna, hogy hát jó, hát... Hát Hermann Göring, de hát azért mégiscsak egy ember. És milyen szép az egyenruhája, ugye? Ne bántsuk. Milyen fes ember. Ja. De azonnal magukra zárta a szalon összes ablakát, ajtaját, de csak nehogy, mert látta, hogy résnyire kinyílt egy ajtó, nehogy valaki kimenjen rajta, vagy bejöjjön, ami még rosszabb. Én arra vagyok kíváncsi, hogy 20 év bulvárkodás után mi a vállalhatatlan Berki Krisztiánban Vujic Rütkó számára. Könyörgöm, Vujic Rütkó a Napló című műsornak a műsorvezetője volt évtizedes viszonylatban. Tényleg ez az ember azt képzeli, hogy mi elhisszük, hogy ő a Magyar Tudományos Akadémiáról jött ide? Tényleg felébredt egy avatártestben szembe vele Berki Krisztián? Úristen, ki ez? Hogy kerülök ide? Mi ez a TV2? Mi ez a bulvár? Hát könyörgöm, 20 éve ezt csinálott Rütkó. Nehogy már most ébredjél föl, hogy bejött ide Berki Krisztián, és így azt mondja, hogy minden, amit én képviselek, az az ellentéte annak, amit a be... Mi van? Ez a legnagyobb trükk egyébként, hogy azzal, hogy hogy nominálisan azt mondja, hogy mondjuk a Berki Krisztián a 100, akkor én vagyok a -100,
És ezzel megpróbál egy tengelyt, irányt is ad ennek, és ez a nagy hazugság, mert így kitámasztja, mint a Csillagok háborújában, tudod, a szemét összenyomót egy ilyen acélpálcával, hogy itt ez a tengely, ez itt vagyok én, itt van a Krisztián, nincs más, nincs X meg Z tengely, meg nem tudom mi, nem lehet más, ha én vagyok az ellentéte, akkor nekem nem lehet ellentétem, vagy ha van, akkor ez nem a Puzsér mondjuk, hanem hát akkor az a Berki Krisztián. Ha te neked a Trütkó nem tetszik, és úgy gondolod, hogy minden, amit te képviselsz, az pont a Trütkó ellentéte, akkor én vagyok Berki Krisztián. Te vagy Berki Krisztián. Kellemetlen. Köszönjük szépen, hogy a Sznobjektív adását látták, és de, Puzsér Robert visszavonul esetben. Nézd, az az igazság, hogy a Vujit Trütkó az ennek az interjúnak a másnapján ki lett rúgva a TV2-től, majd rá két hétre állást kapott a Duna TV-nél. A Nemzeti Együttműködés rendszere kivette Vujit Trütkót az egyik zsebéből, és áttette a másikba, és az egész úgy lett előadva, mint egy szabadságharc. Eljött Vujit Trütkó, hogy megtisztítsa a médiát ettől a szennytől, ettől a mocsoktól. Ő Vujit Trütkó. Na már csak az a kérdés, hogyha sikerül neki, Vujit Trütkótól ki fogja megtisztítani a képernyőt. Az zavar téged, és azért tartod őt képernyőfüggőnek, mert még a neve első két betűje is tévé. A Nemzet színművésze pár hete még ordítani tudott volna. Csak hogy fél. Annyira, hogy egyenesen Endi Vajna ölelő karjaiba menekült. Negyedik, Stoll András. Én nem félek. Nem félek. Én nélkülözhetetlen vagyok. Én kellek a színháznak, színházra pedig minden rendszernek szüksége van. Mi van? Miért néznek így rám? Én csak egy színész vagyok. Klaus Mann Mephisto című darabjából, amiből a kiváló Szabó István film is készült. Hallhattátok ezt a jelenetet, a végső jelenetet, mintha csak Stoll Bucira írta volna maga Klaus Mann. Mintha Stoll Buciról lenne itt szó. Én csak egy színész vagyok. Itt, ki ez a Stoll Buci? Itt valaki ír neki egy szerepet, és aztán van egy pillanat, amikor lecserélik az írókat, új írók jönnek, marad a Stoll Buci, és ő, mintha mi se történt volna, adja elő tovább, mint a legnagyobb profi a szerepet. De ez történt. Valaki megírta neki azt a szerepet, hogy Buci ordítani tudna, de nem ordít, mert fél, majd lecserélték az írógárdát, és jött egy új író, és az írta neki tovább a szerepet, amiben Buci már nem fél, hanem Endi Vajnánál leigazol, és sztárban sztár! Félelem helyett. Tehát, hogy valójában létezik ez a Buci? Tehát van ez a Buci? Vagy ez, itt egy színész van, aki mindig játszik egy szerepet, amit megírnak neki, ő eljátsza nagyon profi módon. Szóval, hogy van itt egy... Én azt érzem, hogy ez egy ilyen Buci hiányos állapot, ez a Stoll Buciság. Tehát, hogy itt a Bucit valaki kivonta a Stoll Buciból. Valahogy. Tehát, hogy így ő egy színész. Igen. Értem. És ki írja a szöveget? Hát, akivel szerződik. Országomat egy csík kokóért és egy jogosítványért. Hogy az a baj, azt kéred számon, hogy nem létezik a Stoll, de közben létezik csak a Stoll András, a valódi, ugye, mint amikor azon gondolkodsz, hogy az Éles Istvánnak milyen lehet a hangja, a Stoll András valódi szerepe létezik, csak ő nem véleményben éli azt a szerepet, hanem életmódban. Azt ismerhetjük. Tök őszintén elénk állt, és megmutatta, hogy ő császár előd nyomdokaiban képzeli el a szabad idejét. Hányan titkolják ezt? Ez az igazi coming out. Mikor az RTL visszafogadta a Börtönhónapjai után, akkor annak a gesztusnak a keretében kerülhetett képernyőre, hogy elénekli a Rossz vagyok, de használható című dalt. De ez Buci, nem? Rossz, de használható. Nincs, hogy használat alatt áll.
egy darabig, amíg aztán majd valaki rajta kívül úgy dönt, hogy már annyira nem használható, és akkor leveszik a színpadról, mert valójában... Elég új szerepet írni rá. A bucit nem kell cserélgetni, csak hirtelen így mondat közepén, amikor levegőt vesz, kiveszed a paksamétát a kezéből, és másik 34 oldalt pakolsz a helyére. Ő meg olvassa a lap közepétől tovább, mintha mi sem történt volna. Listánk harmadik helyezettje, a hazai nyilvánosság valamennyi szennyes bugyrát megjárta már. Fémjelzi és személyével reprezentálja a köznyilvánosság lealjasodását a bulvárba. Harmadik, Gönczi Gábor. Nagyon ritkán érzem magam diszkomfortban, tehát nagyon kevésszer érzem azt, hogy rossz helyen vagyok rossz időben, és ez nekem nem jó, és nem szeretném. És nem tudom, hogy kitől kaptam, lehet, hogy a génjeimben vannak ezek benne, szóval a szüleimtől, vagy egy felsőbb hatalomtól kaptam egy nagyon jó tulajdonságot, mégpedig az, hogy vidáman ébredek. És akármi történik, én nekem minden napom úgy indul, hogy kinyitom a szemem, és vidám vagyok. A bulvár Gönczi Gáboron keresztül szivárgott be a közéletbe. Tulajdonképpen a köznyilvánosság elbulvárosodása az a Gönczi Gábor személye által valósult meg a hazai képernyőkön. A Gyurcsánynak a segrázását azért még emeljük be ide, mint motivumot. Fontos, hogy a Gyurcsány már elkezdte ezt. Ami a Gönczi által végül végbe ment. Már a Gyurcsány Batiz Andrást nevezte ki kormányszóvivőnek. Már a Gyurcsány végig gondolta ezt, hogy ugyan kinek hinnék el az emberek, hogy fontos a vizitdíj? Ki másnak, mint aki olyan fontos dolgokról tudósítja őket nap, mint nap, mint a tordason megszületett kékfejű borjú? Na most Gönczi Gábor személyén keresztül ez a folyamat, ez végül zenitre ért. A Gönczi Gábor az, aki ugye a fókusztól a tényekhez igazolva eljuttatta a magyar televíziózást a kétfejű borjútól a gyík emberekig. Ugye? Meg a szabadkőműves készfogásig. Hozta a kis örökségét, hogy terhes férfi madarat szült, meg borzok ették, meg a Gordon Ramsay-re hasonlított pornós törpét, meg az most már ezek a tények. Illuminátus kéztartás, amelyet így mutattak, hogy Angela Merkel is így tartja a kezét, így üzennek az illuminátusok egymásnak, ugye? De az az elképesztő, hogy a Monty Python repülőcirkusza az még gyártott is ebből egy vicces, parodisztikus sketchet a szabadkőműves kézfogásról. Tehát ez egy annyira pusztító mém, hogy már 20 évvel korábban is közröhely volt. Hogyan rövidítenéd azt, hogy szabadkőműves kézfogás? Szabad kőműves fogás, szabad fogás például nem szerepel ezt egy ilyen műsorban? Talán. Mint a pikkelyeket látnék ott kilogni. Amikor listánk második helyezettje lepergett a tévéképernyő belső felületéről, élete legnagyobb válságát élte át. Hála Mark Zuckerbergnek a Facebookért és Gyurcsány Ferencnek az úgynevezett demokratikus koalícióért, hogy puhára esett. Második, Vágó István. Hogy a politika távolította engem el a műsorvezetéstől, mert azért én néha szerepelek képernyőn, csak nem én kérdezek, hanem zömmel most már engem kérdeznek, vagy pedig én távolítottam el politikusként a kamerákat magam elől. Mind a kettő igaz. Tehát az, hogy az én televíziós pályafutásom befejeződött, én szerintem abban a politikának van szerepe. Vágó egyébként a mai napig tévézik, csak most már a Facebookon játssza a szerepet a közönségének, még mindig a közönségének, csak most már személy szerint ismeri valamennyi nézőjét. És milyen különös, valamennyien a Pozsonyi úton laknak. Nagyon szomorú végignézni egyébként ezen a karrieren, mert bár a kvíz professzor szerepe az egy hazug szerep volt, de tagadhatatlanul egy kulturált szerep volt. Egy mértékadó figura volt ez a Vágó István.
és mostanra meg egy nyugger szörnyeteggé vált. Egy plakáttépkedő nyugdíjassá. Ugye ismerjük a típust, aki a másik pártnak a plakátját ilyen habzó szájjal fogvicsorgatva szedi le a busz megállóban. Fali újságok aranyköpéseinek szerzői ezek. Nagyon, nagyon szomorú ezt látni, mert egy kulturált szerepet dobott oda semmiért. Ugye ő az, aki megmérte az ország IQ-ját. Ugye mire volt jó az ország IQ-jának a megmérése és ez a hatalmas nagy IQ? Ahhoz, hogy gyurcsányista legyen. Ahhoz, hogy Gyurcsányt kövesse. És ő legyen az ő politikai zsinórmértéke. Tehát erre volt elég a nagy IQ. A politika torrentéjének ő a kis fegyverhordozója. Rohadt szomorú vagyok konkrétan. Ez olyan, mintha valamit évtizedekig finomítanál, és babusgatnál, és szépítenél, hogy utána leokádjad az egészet. Érted? Van a Dolágsali Robertnek egy ilyen társkereső jelenete, ahol pontosan ez a kiműveltség, műveltség, kifinomultság torkolik a ***-ba. Én egy özvegyen maradt, hivatásának élő, káros szenvedélyektől tartózkodó, komoly, tudományos munkát végző egyetemi professzor vagyok. Keresem azt a zenét szerető, természetet kedvelő, színházba járó, romantikus lelkű, intelligens, művelt, kedves hölgyet, aki l***na. Sajnos ő az, akinél a leginkább érzékeljük ezt a képernyőfüggőséget, mert tudod, a képernyőfüggőség is mindig akkor nagyon-nagyon szembeötlő, amikor az elvonási stádiumba jut a beteg. És itt most konkrétan erről van szó. Ugye addig, amíg el van látva nyilvánossággal, nem is látszik rajta, hogy képernyőfüggő. Ő csak egy képernyős arc, de amikor megvonják tőle, és a falat kaparja, na ebben a stádiumban van most a Vágó István. Tegyük vissza a helyére. De ne a TV2-re. Az nem az. A 10 legképernyőfüggőbb közszereplő közül 9-nek a személyére már fényt derítettünk, az első helyezett pedig a képernyőfüggőség élő mértékegysége. 10. Havas Henrik. 9. Jakubcsek Gabriella. 8. Berki Krisztián. 7. Friderikus Sándor. 6. Dupman. 5. Vujic Fruckó. 4. Stoll András. 3. Gönczi Gábor. 2. Vágó István. A lista vezető számára semmi sem szent. Bármit és mindent odadob az ismertségért, a kattintásokért, a lájkokért. 1. Hajdú Péter. Hajdú Péter úgy lett celeb, hogy celebekkel beszélgetett, és végül összecelebeződött. Neki ez volt az üzleti terve. Neki ez volt a karriervíziója, hogy addig beszélget senkikkel, míg a végén összetévesztik velük. És ez végül jól megtörtént. A nyilvános senkik mezőnyében Hajdú Péter versenyképes médiaterméknek bizonyult. És itt is végre első helyen köszönhetjük. Mert ha jól emlékszem, eddig a másodikig tudott felkúszni, pedig tudom, hogy nagyon nem szereted. Érthetetlen okokból. Hajdú Péter a végső ítélet a médián. Ő a 100% bulvár. Ez várható volt, hogy előbb-utóbb el fog jönni a bulvár antikrisztus. El fog jönni a sötét eljövetel a képernyőkre. Tudod, a szennyvízből kilép egy ember. Tudod? Kilép egy ilyen, összeáll egy ilyen humanoid alakká, és ő így eljön a médiáért, és így behajtja, ami neki jár. És így eljött Hajdú Péter ténylegesen, és megtörtént. Megtörtént a végzet. Ő az, aki ténylegesen csatornává tette a tévét. És hát, ő szó szerint értette a dolgot. Csak a szennyvíz elvezető csatornává.
Most azt gondolhatná az ember, hogy sértegetjük a Hajdú Pétert, de ez a véleményünk róla, ezt a benyomást kelti, és mint tévénéző, elmondtunk itt 10 emberről rettenetes dolgokat, de ha egyszer ezt az élményt éljük át, és ezt a feedbacket ők a szalomban nem kapják meg. Ott nem fogja nekik senki azt mondani, hogy havas, azért van rád igény, mert az emberek szeretnek másnap reggel összeveszni azon, hogy tanár úr vagy egy büdös paraszt. Hogyha mindenki ugyanazt gondolná, hogy büdös paraszt, akkor nem kellenél. Ha mindenki azt gondolná, hogy az életiskolájában te vagy a dékán, akkor sem lenne igény rád. Azért van rád igény, mert így másnap a villamoson egymás torkának lehet ugrani. Szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis nem tudjuk megsérteni Hajdú Péter jó hírnevét, ugyanis nincs neki jó hírnevelnek. Megfelelően, értelemszerűen ez a Hajdú Péterség, ez valójában egy olyan mértékű képernyőfüggés, ami az összes többi helyezettünk esetében nem áll fenn. Bármelyikük eltűnne a képernyőről, senkinek érezné magát. Hajdú Péter megszűnne. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. A 10 legképernyőfüggőbb közszereplő természetesen még sokáig vesztegeti majd a figyelmünket. Csak remélni tudom, hogy egy nap összeáll belőlük legalább egy terápiás csoport, hogy tapasztalatot cserélve segítsenek egymásnak túljutni a leggyötrelmesebb elvonási tüneteken. Szervusztok! István vagyok. 40 éve képernyőfüggő. És 4 napja nem voltam az Olgánál. Sándor vagyok. 35 éve képernyőfüggő. Most már 3 hónapja, 2 napja és 1 órája tiszta. Napi 6 óra ismétlés nézek. Így teljesen stabil vagyok. Henrik vagyok, és 30 éve mindenkinél jobban tudok mindent a képernyőn. Tegnap óta tiszta vagyok. Krisztián vagyok. Nézem ezt a Pumpet Gabot. Hát a könyv jobb volt. Péter vagyok. A csajomat is keresztbe parkoltam 2 rokkant helyre, mégis elvitték. Gabrielle vagyok, már 3-szor telefonáltam, hívjatok vissza. Róbert vagyok. A jövő héten is lesz objektív, addig is keresetek a képernyőn. Színes szagos jó éjszakát kívánok. Elég süttyók az emberek. Mit tehetnénk? Megmutathatom az utat, de a hegyre egyedül kell felmenned. Ez az a műfaj, ahol már mindenki azt gondolja, hogy megérett a világ a pusztulása. Bocsáss meg, nincs meg az a kis plusz. Akkor így tudjad, hogy ez az, ami hiányzik belőled. Nem vagy eléggé állat. Ugyan már, apuka. Tudod, mikor lesz ennek az országnak fekete elnöke, na felejtsd el. A 10 legpusztítóbb kulturális minta. Snobjektív. Puzsér Róbert műsora vasárnap 20 órakor.